nemzeti gyásznap. Gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra, miniszterek látogatása, a tárcavezetők megtekintették a beruházásokat. Üzembe helyezték. Nagykapornakon már beindították a konténerkazánt. Ez az Alaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2022. november 7-e, hétfő van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra az 1956-os forradalom leverésének 66. évfordulóján az Ady utcai 56-os emlékműnél. A szovjet csapatok 1956-ban ezen a napon vonultak be Budapestre, s vérbe folytották az október 23-án kitört szabadságharcot. November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította. A történelmi időszak eseményeit az 56-os hagyományőrző egyesület elnöke részletezte. Kitért a hosszú évtizedeken át tartó zaklatásokra és kegyetlen megtorlásokra. Amíg 1956. október 23-a spontán szerveződő és gyökeres politikai változásokat követelő tömegtüntetésekről vált nevezetessé, addig november 4-e Kádár János árulásának a szimbóluma, illetve a szovjet birodalom katonai bosszúhadjáratáról nevezetes, illetve híresült el. Tudni kell azt, hogy 1957 és 1958-tól kezdve a szabadságharcosokat komoly büntetésekkel sújtották. Az 50-es évek végén több száz embert végeztek ki, s ezrek kerültek börtönbe vagy internáló táborba. A felkelők hősiessége és a bebörtönzöttek szenvedése azonban nem maradt következmények nélkül. Emlékeztetett beszédében Gecse Péter alpolgármester. 1956 után már semmi sem mehetett tovább, úgy, mint azelőtt. A magyar forradalom elindított valamit, ami a kommunizmus velejéig romlott eszméjét megtörte és a hanyatlás útjára állította. A magyar szabadságharcosok emléke olyan erős, nehéz terhet jelentett, ami aztán később, 1988-89-ben végleg megroppantotta a rendszert. A pesti srácok, a vidéki felkelők bátran álltak ki igazukért, az ő harcuk, az ő áldozatuk az, ami ma is erőt adhat nekünk mindennapi küzdelmünk során. Feldúlt sírjukon mécses, október tűzvirága. A holtak jogán kérdez, választ már mit se várva. Tollas Tibor 1986-ban Münchenben írt Túlélők című költeményét Takács Bálint szavalta el. Az emlékműsorban a Zrínyi és a Kölcsei gimnázium növendékei is közreműködtek. A megye és a város, valamint az intézmények vezetői, civil és lokálpatrióta szervezetek elöljárói, illetve magánszemélyek mécseseket helyeztek el a hősök tiszteletére emelt emlékmű talapzatánál. Munkalátogatásra érkezett Palkovics László meghívására a honvédelmi, valamint a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Zalazón járműipari tesztpályára. A tárcavezetők megtekintették a készülő beruházásokat és építkezéseket, illetve a kutatófejlesztő központ laboratóriumait. A vendégek szakmai előadásokon vettek részt, és megnézték az új létesítményeket, illetve fejlesztéseket. Mindaz, ami elkészült a járműipar szilíciumvölgyében, szerettük volna annak a két miniszternek megmutatni, aki szintén tud abban segíteni, hogy mindaz az infrastruktúra, amit kiépítettünk, azt továbbfejlesszük. Nagyon nagy ütemben halad a magyar haderő fejlesztése, és ennek itt az Alazonban az egyik legszebb és legékesebb példáját látjuk. Itt állunk a Rheinmetall lendő harckocsi, páncélozott harcjármű gyár épülete előtt, és erre vonatkozik, amit az előbb mondtam, hogy amik itt készülnek eszközök, azt az itteni zalazonos tapasztalatokra is épülve, aztán fölfogja a magyar technológia, a magyar tudás ruházni olyan képességekkel, hogy beilleszthetőek legyenek egy fejlett digitalizáció. Tehát 21. századi hadsereg működésébe. A létesítmény az egyetemek számára is vonzó. A kutatómunkához kiváló lehetőségeket nyújt az Alazón. Erre példa, hogy két nemzetközi cég már a saját fejlesztő központját építi itt. Remélhetőleg látszani fog az egész parkban az a fejlesztés sorozat, amely tartalmaz betelepült ipari fejlesztő központokat, mint az AFL és az épülő Bush épület, és tartalmazza azokat a betelepült egyetemi kutatócsoportokat, a Műszaki Egyetem, Széchenyi Egyetem, Bajzoltán Kutatóintézet, amely
amelyek az itt folyó szakmai munkának a tudás hátterét adják. A nagy beruházás célja, hogy a járműipari innováció fellegvára legyen. Ezért kiemelt szempont, hogy a jövő szakembereinek képzésével is foglalkozzanak. Amikor elkezdtük építeni a tesztpályát, akkor azonnal elkezdtünk azzal foglalkozni, egyetemek jöjjenek ide és képezzenek hallgatókat, elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy kutatók jelenjenek meg, kutassanak, de az Zalaegerszegen felépítettük a szakképzésnek azt a rendszerét, a duális képzőközpontot, de ami a szükséges, hogy szakemberek is legyenek. Ez a kulcsa a jövőnknek. Le kell bontanunk a silókat, és ezeknek a különböző szereplőknek együtt kell működniük, megtermékenyíteni egymás gondolatait ahhoz, hogy ebből kijöjjenek jó eredmények. A Zalazon Park már az 500 hektáros méretet feszegeti, ennek körülbelül felét teszi ki a járműipari tesztpálya. A másik felét azon cégek és intézmények foglalják el, amelyek fejlődését az innovatív ökoszisztéma indukálta. Üzembe helyezték az első mobil kazánt Nagykapornakon. A Makovec Imre általános iskolában eddig egy több mint 20 éves rendszerrel fűtöttek. Az új berendezés ezt teljesen kiváltja, így mostantól az intézmény melegen tartásához egyáltalán nincs szükség gázra. Ezen a beindításra kerül az új pelletüzelésű konténerkazán itt Nagykapornakon. Így indították az elsőt abból a 400 konténerkazánból, melyekkel a közintézmények földgáz felhasználását csökkenti a Technológiai és Ipari Minisztérium. Kutnyászki Zsolt államtitkár bejelentette, októbertől a fűtési szezon végéig az összes ilyen eszközt üzembe helyezik. A Technológiai és Ipari Minisztérium vállalta 400 konténerkazánnak a beszerzését, részben magyar gyártók, részben pedig importtermékekből. Amit itt látunk Nagykapornakon, ez egy hazai gyártású 48 kW-os pellettüzelési konténerkazán. A többi konténerkazánnak is a gyártása már elindult, illetőleg november közepére várható, hogy az import konténerkazánok első kontingense meg fog érkezni Magyarországra. 150-en járnak a nagykapornaki intézménybe, ahol mostantól földgáz nélkül is garantáltan meleg lesz. A korábbi elavult technológiát lecserélő energia és költséghatékony fűtés kulcsfontosságú a szankciós energiaválság idején. Ezek körülbelül 20 éves gázkazánok voltak, amik most kiváltással kerültek. Nyilván ezek már nem az energiatérkörökösségi jegyében készültek annak idején, de azt gondolom most így nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez teljesen gázfüggetlen lett az intézmény. Bízok abban, minél több intézményünk át tud térni a pellettüzelésre. A szerkezet működése automatikus, a kezelőnek mindössze az elégett pelletet kell pótolni. Ennek esedékességét a központi rendszer figyeli és automatikusan jelzi. A 300 literes tárolót az időjárás függvényében 3-4 naponta kell újra tölteni. A közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek a Magyar Olaj és Gázipari Múzeumban. A kopjafánál Ocsovai Grácián ferences szerzetes zalaegerszegi plébános mondott imát. A résztvevőket a Zalai 76-os Motoros Egyesület elnökségi tagja köszöntötte. A megye több településéről érkeztek ide azok, akik szoros szövetséget alkotnak és tisztelik egymást. Ez a veszélyes sport összetart bennünket. Soha nem hagyunk senkit az út szélén, ha valakinek baja történik, akkor a következő motoros mindenképpen meg fog állni. És emiatt ezekben az összejövetelekben is meglátszik, hogy érdeklődés van rá. Eljönnek a motoros társak, barátok, és megtisztelnek bennünket, mint szervezőket azzal, hogy itt vannak, és ők is emlékeznek. A közlekedési bizottság 2008-ban emlékoszlopot helyezett el a Zrínyi úton, amely 10 esztendő múlva átkerült az Olajipari Múzeumba. A létesítmény története a motorizációról szól. Az iparág fejlődése az emberiséget szolgálja, azonban a felelőtlenség és figyelmetlenség miatt veszélyeket is hordoz. Az emberi viselkedés, közlekedési morál miatt is olykor baleseteket és tragédiákat okoz. Van, amikor tehetünk róla, van, amikor nem. Nagyon fontos a defenzív vezetési stílus, hogy minél kevesebb ilyen történjen, de ahogy elmondtam, az iparágunkkal kapcsolatos fejlődés egyrészt áldás, másrészt pedig sajnos ilyen eredményeket is szül. A megye közútjain megsokszorozódott a súlyos és a halálos balesetek száma. A rendőrség megelőzést szolgáló kampányokkal törekszik az emberéletek megóvására. Szeretnénk, hogyha a közeljövőben nem lenne tragédia. Szeretnénk, hogyha az állampolgárok betartanák a sebességhatárokat, az út
időjárási és látási viszonyok szerint közlekednének, és ha kell, akkor toleránsan, akár még az elsőbségről lemondva is, a sebesség csökkentésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az év hátralevő részében ne történjen tragédia megyénkben és az országban sem. A Kopjafánál társadalmi és rendészeti szervek, valamint egyesületek helyezték el a kegyelet virágait és gyújtottak mécsest az áldozatokért. Emlékükre a motorosok polgárőrök felvezetésével tiszteletkört tettek a városban. Vasútmodell és történeti kiállítást rendeztek Zalaegerszegen. A látványos bemutatóra a Szombathelyi Vasútmodellező Egyesület hozta el a hálózatát. A valósághű és részletgazdag prezentáció része volt, egyebek mellett, hogy a gőzmozdonyok kéményéből füst szállt induláskor a levegőbe. A vonatok iránti szeretet és a nem mindennapi látvány rengeteg embert vonzott az eseményre. Borsos Péter eddig egyszer utazott kötött pályán, amit rögtön a szívébe zárt. A vonatok tetszettek, meg a vágányok, meg hogy milyen hosszúak voltak, meg hogy milyen akadályok voltak. Egyszerre 8-10 járat is megfordult a gondosan megépített makettpályákon. A síneken közlekedés, közúti fénysorompó és vasúti jelzőlámpák segítségével valósághű forgalmi helyzetek között történt. A terepasztalon a kőszegi állomás kicsinyített mását szintén megcsodálhatták a vendégek. Maga az egész állomás épületeivel, vágányrendszerével, sőt, még a városközi részét is ki tudtuk dolgozni a vágányok elhelyezéséből adódóan. Ennek az az érdekessége, hogy itt aztán természetesen télen, hogy azért hangulat legyen a dolgnak, akkor voltak a helyszínbejárások, bejártunk az épületek, vagy nem az épületbe, hanem az udvarokra, hogy az épületeket le tudjuk méretezni. Tehát, hogy minél élethűbb, még a növények is, pont olyan növények, a fenyő, a lombos növény. A modellezők munkáját több fiatal segítette. Mint mondták, idővel saját kompozíciójukat is szeretnék elkészíteni. Úgyhogy terepasztalt elkezdek a helyen kívül, úgy gondolom, hogy a másik legfontosabb az, hogy megfogalmazok egy témát, hogy melyik ország vasútját akarom modellezni, vagy egyáltalán milyen időszakot, mondjuk a 60-es éveket, 70-es éveket, és akkor a járműállományt, illetve a környezetet is ennek megfelelően kell kialakítani. Tehát gondolok itt az épületek, esetleg az autók, amiket még rakhatunk az asztalra, azoknak is a jellegére. A Vasútmodellező Egyesület kiállítását legközelebb Szombathelyen tekinthetik meg az érdeklődők. A németországi Lahr városában rendezték meg a 2022-es World Skills, a szakmák világversenyét, melyen víz, gáz és fűtés szerelő szakmában Magyarországot Offner Márton képviselte. A zalaegerszegi volt Széchenyi is fiatalember a világ 20 országának szakembereivel mérte össze a tudását egy háromnapos rendezvényen november 2-a és 4-e között. Offner Márton, aki szeptembertől a BME gépészmérnök hallgatója, a világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Kiszakadt a zalai Golzsák a labdarúgó MB3 nyugati csoportjában. Az ETFC 2 csapata a Csorna együttesét fogadta. Ezen a napon a kékfehérek nem tűrtek ellentmondást, az első félidőben gyakorlatilag 10 percenként estek a gólok. Klaus duplázott, és a visszajátszó Kovács Barnabás is betalált. A második félidőben érkezett egy másik visszajátszó, német Dániel, aki azonnyomban növelte a hazai előnyt, majd még egyszer betalált. Az ETFC 2 magabiztos játékkal és megérdemelten nyert 7-1-re. Folytatódik a világjáró rendezvény sorozata a Keresztúri Művelődési Központban november 8-án, kedden 18 órakor. A programon minden alkalommal újabb és újabb országot mutatnak be szubjektív tapasztalatok és élmények átadásával. Ezeket olyan személyek osztják meg a hallgatósággal, akik testközelből tapasztalták meg az adott helyi viszonyokat. Az úti cél ezúttal Skócia lesz, a területről Kékesi Zoltánt hallhatják az érdeklődők. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Nemzeti gyásznap. Gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. Miniszterek látogatása. A tárcavezetők megtekintették a beruházásokat. Üzembe helyezték. Nagykapornakon már beindították a konténerkazánt.
ez volt az a Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. november 7-én, hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zektv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!